Fehérben láthatjuk majd a hazai csapatot, kékben pedig az MTK-t, és akkor most már az ünnepélyes kezdőrúgást követően tényleg kezdődhet a csúcsrangadó. Reméljük, hogy méltó lesz majd a két csapat tabellán elfoglalt helyezéséhez, és az utóbbi hetek eredményeihez is. Ott van Vas Patrik, és ott van jó messze a labdától Gera is. Gera lehet, hogy kapura fogja lőni. Igen, Zöldesi fogja. Holtán Ilics, az egy nagyszerű labda, Lukács a 16-oson belül, és vezet a Kisvárda. Az első helyzetét gólra váltja a hazai csapat, és aztán Lukács összeesik. Valami történt ott középen. Itt már a végét látjuk. Fagyas ezt nem tudja hárítani. Holtán Misics-től pedig elpattan. És most mehet Vas Patrik. Van előtte terület, és ő amúgy is nagyon gyors játékos. Papucsek vált kirá, Vasecsel befelé, egy picit megcsúszott, és ez elég is volt, hogy lelassuljon az akció. Schäfer egy távoli lövés, Zöldesi tolja ki a felső léc alól. Papucsek. És ez egy remek kiugratás. Ilics mehet, egy picit kisodródik Ilics, rá kell lőnie, és majdnem gól. Reméljük, hogy a második fél időben nem csak milyen hasonlóan nagy taktikai csatát látunk, hanem több gólt is. Nincs 11-es. Most megrohanják a vendégek a játékvezetőt. Főleg Schäfer, aki ugye elesett. Vas Patrik szöglete, Torgelle, húha, azt kilőtte a vártóba. És ennek most nagyon nagy öröm a hozadéka itt Kisvárdán. Próbálkozott eddig már Gera, próbálkozott Deutsch, ezt most Lencse vállalja magára. Lencse, remek tekerés, egy picit tolta túl. Vas Patrik. Gera visszaszerzi a labdát, és kiteszi a szélre Katonához. Délceg van ott Katona mögött, Gera. Egy csel befelé, lövés nincs, Vas Patrik. Vas Patrik kapja vissza a labdát, és fölé durrantja. Minden mezőnyjátékos előre jön. Fagyas pedig közben ott a középkörben nézegetett ki, hogy ő is elinduljon, de gyorsan elvégezték a társak a szögletet. Gera adja középre, felpattan a labda, és sikerül kivágni. Ott pont nem volt kékmezes. Ebben a pillanatban letelik a 3 perces ráadás is. Pintér játékvezető egyelőre még engedi, de csak eddig. Nagy az öröm a kisvárdai a vár tövében, hiszen megszerezte a győzelmet a hazai csapat az NB2 csúcsrangadóján. Azt is el kell ismerni, hogy jobban játszottak, tehát ők birtokolták többet a labdát. Viszont mi próbáltunk masszívak lenni, fegyelmezettek lenni hátul, és abból pedig a megszerzett labdából jól kijönni. Ebből sikerült a gólt is szereznünk. Mi is egy kicsit pontatlanok voltunk, mert hogyha pontosabbak vagyunk, akkor talán még több kontratámadást tudtunk volna vezetni. Úgyhogy gratulálok az ellenfélnek, tényleg jól játszottak, viszont a gólt nekünk sikerült lőni, így nagyon értékes győzelmet arattunk, és az volt a célunk, hogy tapadjunk az előttünk lévő MTK-hoz. Ezt a mai mérkőzésen meg tudtuk valósítani. Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez, igazi rangadó volt. A mérkőzés 80%-át az ellenfél térfején töltöttük, de egy megpattanó lövés és a kapu előtti pontatlanságunknak köszönhetően, valamint a hazaiak hűséges védekezésének következtetőben így 0 ponttal távozunk.